A Nemzeti Gyásznapon az 1956-os emlékműnél rótta le tiszteletét és helyezettel koszorút Pintér Szilárd polgármester, valamint a képviselőtársai, az önkormányzati hivatalok, intézmények és civil szervezetek képviselői. A csendes megemlékezést követően a Dombovári I. és Gyula Gimnázium 9-es tanulói emlékműsorral várta az érdeklődőket. Amíg szól a dal, 56 még szívünk dobog. A színházterem megtelte az emlékezni vágyókkal, akik a diákok műsorával elevenítették fel 1956. november 4-ét. Nemzeti történelmünk számos példát szolgáltatott arra, hogy a szabadság kivívásáért, jogaink megőrzéséért a magyarok akár a világhatalmakkal is képesek voltak szembeszállni. Nagyszerű példa erre az 1956-os forradalom és szabadságharc. Minden, amit a szembe lát, itt te föl, mely kenyeret áll, a folyók tele halakkal, a szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Hol egykor őseink laktak, itt csatáztak, itt maradtak, ahol a határt ők szabták, s örökségül ránk hagyták, ez a haza. Ez a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerre járunk, mindig vissza-vissza vágyunk. Ez a haza. November 4-én hajnalban az ország egész területén megindult a szovjet támadás, de a magyar ellenállás a bukás tudatában is felvette a harcot a gépesített hadosztályokkal. A nehezen kívül volt szabadság drámai küzdelemben vérzett el. Fölöttünk a szabadság millióm illata, 848 és 56. A 20. század népünkre, mint a többi népre is sok megpróbáltatást volt. A két világháború, a szenvedés, a halál, az országhatárok hatalmi érdekek szerinti megváltoztatása. Az emlékműsort a gimnázium 9-eseinek közös produkciója zárta. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a húd. Vissük ide, ha fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer bele halunk. Szedényi Zoltán igazgató egy saját emlékkép felelevenítésével emlékezett meg az egyik közelben történt eseményről. Nyáron egy családi kiránduláson szembesültem vele, hogy épp környékünkön, a Magyaregregy melletti Máré váránál volt az egyik utolsó fegyveres összecsapás felkelő fiatalok és a megszállók között. A várba behúzódott szabadságharcosok közül két fiatal nem menekült el, vállalta a kilátástalan, nyílt küzdelmet az agresszorokkal szemben. Az életükkel fizettek érte. Nagy a világ! És lássa rám, hogy erre felé a követ hívett irány. Ha közel a pénz, nem remeg a szám, le fogjuk győzni nekünk ez a hazán. Ez a bal, ez a fal, ez a pány farakás, ez a dal, ahogy nő, ez a szív dobogás, ez a jel, minden el, soha nem. Művészileg igyekeztek a gyerekek áttekinteni mindent a dicsőségtől a leverés napjáig, átélve a magyarsággal együtt azokat az élményeket, azokat a sorsfordulókat, amiket elszenvedtek. Nagyon tetszett az összeállításban nekem így kívülállóként, hogy sokféle színpadi elemmel, sokféle műfaji elemmel találkozhattunk. Örülök neki, hogy volt egy kis táncosabb jellegű produkció, és hát a finálé az, azt gondolom, aki látta, hallotta, nagyon szívébe zárta, hiszen elementáris volt, és hogy ennyi gyerek egyszerre megjelenik a színpadon és alkot valamit egy igazgató számára, ennél nagyobb büszkeség nem kell.